Bartók Béla a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete korszakalkotó jelentőségű, az egyetemes kultúra része. Életműve köré épül az immár 31 esztendős múltra visszatekintő fesztivál, mely a nagy közönség és a zenetársadalom felé is közvetíti Bartók szellemiségét, és egyben az új zene fóruma. Nagyon fontos ennek a fesztiválnak a szerepe, fontos mind itthon, mind külföldön, hogy ezt minél jobban meg tudjuk mutatni, hogy mit is jelent Bartók művészete, illetve azok számára, akik érdeklődnek, hogy hogy lehet ezt a legautentikusabban, leghitelesebben tolmácsolni, azoknak ezt el is tudjuk mondani. Július 10-től egy héten át ismét a komoly zene fővárosává válik Szombathely, amire büszkék vagyunk, mondta el a program ismertető sajtótájékoztatón Puskás Tivadar polgármester. Szombathely zenei élete rendkívül gazdag, és az, hogy nyáron ilyenkor gyakorlatilag a zene fővárosa vagyunk, ez olyan rendezvényekkel fémjelzett, mint például a Bartók Fesztivál. Az idei fesztivál azokra a zeneszerzőkre irányítja a figyelmet, akik inspirálták a fiatal Bartókot, és akikre Bartók gyakorolt nagy hatást. Itt többek között Debussy, Ravel, Britten és Sostakovics művek is felcsendülnek, olyan világhírű muzsikusok előadásában, mint Rivka Golani Brácsa művész. A szemináriumra 20 országból 60 hallgató érkezik. Zongora, zeneszerzés, fagott, brácsa és karmesteri mesterkurzust is tartanak. Egy zenekarnál van mondjuk jó esetben 80 muzsikus, a 80 muzsikussal tökéletesen együtt kell lélegezni, együtt kell elkapniuk. Ezeket a dolgokat viszont csak ilyen tapasztalatok útján tudják megtanulni. Tehát ilyen szempontból az, hogy zenekarról dolgozhatnak, szerintem ez egy egyedülálló esély számukra. Nem is véletlen, hogy visszatérő vendégeink is vannak. Először hallhatja a közönség Sári László Vörös Sándor verse alapján íródott Remek hang a futkosásban című opera paródiájának új rendezését. Lesz Kotta kiállítás, népzenei est Szokolai Dongó Balázzsal, a Szent Efrém férfikar pedig Bartók mind a 6 férfikarra írt művét előadja.